Pécs TV hírösszefoglalója. A stúdióban Füzes Zoltán várja Önöket. Esti hírműsorunkat látják december 2-án, pénteken. Jó estét kívánok! Pécset találkoztak a húsipari dolgozók, ismét megrendezték a zöld suli oktatónapot, valamint készül a belváros ünnepi díszkivilágítása. Ezek lesznek ma esti hírműsorunk legfontosabb témái, de természetesen minden mellett foglalkozunk a város többi hírével is. Hamarosan kezdünk, íme a rövid előzetes. Pécset tartja kongresszusát a húsipari dolgozók szakszervezete. A küldöttek a háromnapos rendezvényen módosítják az alapszabályt, és tisztújításra is sor kerül. Egyre több diák vallja magáénak a környezettudatos gondolkodást. A Biokom Kft. Hagyományos zöld suli oktatónapján értékelte a diákok aktivitását is. Néhány napja kezdték felszerelni a pécsi belvárosban az utcákat, tereket díszítő fényfüzéreket. A próbaüzemet követően egészen vízkeresztig kint lesznek az égősorok. Pécset tartja a 6. kongresszusát a húsipari dolgozók szakszervezete. A háromnapos rendezvényen többek között értékelik az elmúlt 4 esztendőben elvégzett munkát, módosítják a szakszervezeti alapszabályt, és tisztújításra is sor kerül. Az elmúlt néhány év eseménydús volt a húsipari dolgozók szakszervezetének szempontjából is. Az ágazat több alkalommal állt a tönk szélén, aminek következtében számos üzemet be is zártak. Egyes állítások szerint még ma is túl sok felé oszlik a piac, de valamelyes stabilizálódni látszik a helyzet. Átértünk létszámleépítéseket, sztrájkészültséget, demonstrációt. Ugye itt Szegeden, Gyulán volt mindegyik, Pécset majdnem sor került rá, hál' Istennek itt nem kellett ezzel foglalkozni. Kollektív szerződés felbontásokat ugye szintén Gyulánra tudok gondolni, illetve a Szegedi Paprikánál idén. És hát a húsipar helyzetéből adódóan ugye a szakszervezeti létszám csökkenése, és ennek megfelelően ugye megpróbáltuk úgy végezni a szakszervezeti munkánkat, hogy azért inkább a leépítések ellenére is emelkedjen a létszám. És hát a bértárgyalások, amik mindenhol folytak, folynak, és reméljük, hogy még több éven keresztül ezt tudjuk folytatni. Pécset 5-6 évvel ezelőtt volt a mélypont, azóta úgy tűnik felszálló ágban van a Délhús RT. A Csányi Sándor többségi tulajdonában lévő társaság jelenleg is fejleszt, a közeljövőben adják át a cég új csontozó csarnokát. Magyarország területéhez, nagyságához, népességhez mérten sok húsüzem van még az országban, biztos, hogy fognak bezárni húsüzemeket, reméljük, hogy a Délhús a mostani felszálló ágban marad és tovább fogunk tudni üzemelni. A Biokom Kft. Idén is megrendezte a zöld suli oktatónapot. A társaság ilyenkor értékeli, milyen eredménnyel vettek részt a pécsi diákok a szelektív hulladékgyűjtési akcióban. A mostani rendezvényen örömmel nyugtázták, hogy 2005-ben is egyre több diák vallja magáénak a környezettudatos gondolkodást. A Biokom Kft. Zöld suli oktatási programja ismét találkozóra hívta a pécsi általános iskolák, óvodák, pedagógusait, diákjait a közgyűlés dísztermébe. A Kft. Az Ökopannon KHT-val közösen szervezett oktatónapot, melynek célja, hogy a pedagógusok információt kapjanak a szelektív hulladékgyűjtés új lehetőségeiről, valamint a zöld suli program legfrissebb eredményeiről. Az eseményt Kukai András, a közgyűlés közlekedési és kommunális bizottságának elnöke nyitotta meg. Olyan szerencsés a mai nap, például oktatónap ugyan, de egymást oktatjuk és egymástól tanulunk. Tanulunk mi azoktól a pedagógusoktól, akik eljöttek ide egy rendkívül nagy környezettudatos elszántsággal, hogy oktassák, széles körűen oktassák az ifjúságot a környezettudatos nevelésre, és eljöttek ide azok, akik a legfrissebb információkat tudják átadni a pedagógusoknak. Az eseményen elhangzott. A Biokom Kft. És az Ökopannon KHT célja, hogy minél szélesebb réteggel tudják megismertetni a korszerű hulladékgyűjtési rendszereket. Az iskolás korosztály környezettudatos gondolkodásának kialakítására már 3 éve sikeresen működik a zöld suli program, ami nagy népszerűségnek örvend Pécsett és a város környékén.
Genzler István cégvezető szerint a tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre több intézmény építi be nevelési programjába a szelektív hulladékgyűjtést. Azok a speciális programok, amelyek a kupakgyűjtéssel és a különböző oktatási jellegű hulladékszobrászat pályázatok írásával mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek egyre aktívabban kivegyék a részüket, és a szülőktől érkező visszajelzés az éppen az, hogy a gyerekek fogják őket kézen, és mondjuk szombat délelőtt lecipelik őket a szelektív gyűjtőhöz, hogy apu, anyu, ide kell rakni a hulladékot, ide kell rakni azt, amiből máshogy nyersanyag lesz, mert ezt hallottuk az iskolába, az óvodába. Az eseményen átadták a Bionaptár terv elnevezésű pályázat díjait is. A szervezők elmondták, hogy a több mint 100 főt mozgosító program során 47 pályamunka érkezett a Biocomhoz, a legszebb alkotások készítői értékes ajándékokat kaptak. Felmegyek a miniszterhez. Ezzel a címmel szervezte konferenciát Pécsett a fogyatékos emberek érdekérvényesítésével kapcsolatban. A program egy uniós projekt része, amiben hazánkon kívül további 7 újonnan csatlakozott ország 14 partnerszervezete vesz részt. Tavaly december elején indult egy átfogó Európai Uniós projekt Magyarországon azzal a céllal, hogy az értelmi fogyatékossággal, illetve mentális problémával élő emberek érdekérvényesítési képességeit növeljék, képessé tegyék a hátrányban élőket arra, hogy a döntéshozókkal érdemi kapcsolatba lépjenek és rájuk nyomást gyakoroljanak. A 2006. novemberéig tartó program hazai képviseletét a mentális problémával élők esetében a Szotéri Alapítvány, szervezését a Kézenfogva Alapítvány látja el további 5 társ szervezettel együttműködve. A projekt keretében 2 nemzeti konferencia megszervezését vállalták a program koordinálói. Ahhoz, hogy a politikusok tudjanak minket képviselni, ahhoz fontos megérteniük azt, hogy mi miért gondoljuk, amit mi szeretnénk nekik elmondani, és ennek segítségével talán bennünket is meghallgatnak, és úgy próbálják a törvényeket és a rólunk szóló információkat adni, hogy az könnyen érthető formában meg lehessen értenünk, és akkor mi is képesek lehetünk arra, hogy az érdekeinket képviselve el tudjuk intézni a saját ügyeinket, ki segítséggel. December 2-án Pécsett került sor az első összejövetelre, ahol az érintettek Pécsváros és Baranya megye vezetőit kérdezhették az őket érintő problémákról. Most jelen pillanatban a munkával kapcsolatos dolgokat és döntéseket beszélgetjük meg itt több kliensnek problémája van, hogy már hónapok óta nem kap fizetést, és egyéb dolgok azon kívül a munkaváltoztatással kapcsolatban, hogy egy értelmiségült fiatal hogy tudja úgy megváltoztatni a munkáját, hogy ez biztonsággal történjen, nem eddig azt mondják, hogy hát sajnos nem tudjuk alkalmazni, mert fogyatékos. A következő konferenciát várhatóan márciusban szervezik meg Budapesten, akkor az érdekérvényesítési projekt a nagy politikát fogja megcélozni. Ebben a programban én személy szerint abban bízok, hogy megváltozik, a Magyarországon is meg tud változni úgy a szemlélet, hogy egy értelmi fogyatékos embert is megpróbálnak úgy elfogadni, mint egy normális embert, és megpróbálnak neki is úgy segíteni, hogy az ne sajnálatból történjen, hanem tényleg fontos ez. Műsorunk hátra lévő részében egyebek mellett beszámolunk arról is, hogy már készül a belváros ünnepi díszkivilágítása. Előtte azonban az elmúlt 24 óra egyéb hírei röviden. Dr. Hargitay János, a Fidesz országgyűlési képviselője, és dr. Páva Zsolt, a Baranya megyei közgyűlés Fidesz frakciójának vezetője, az egyes számú választókerület elnöke tartott sajtótájékoztatót pénteken, a költségvetés félidőben címmel. Nem a számok, a szándék a lényeg, idézték Gyurcsány Ferenc miniszterelnök szavait pénteken a képviselőurak. Az összejövetelen Hargitay János úgy fogalmazott, hogy a jövő évi költségvetés legnagyobb vesztesei a községek, ugyanis az úgynevezett községi normatívát eltörlik. Frakciója véleménye szerint ez a megszorítás már elviselhetetlen, hiszen ezzel és egyéb megvonásokkal összesen 57 milliárddal jut kevesebb a kistérségeknek.
Vajon megérette a roma társadalom saját pártja zászlajának kibontására? Többek között erről is szó esett azon a sajtótájékoztatón, melyet december 2-án pénteken tartottak a Rácz-Aladár közösségi házban. A komolyságát a kezdeményezésnek megkérdőjelezi az, hogy néhány hónappal a választások előtt érdemes-e pártzászlót bontani, van-e esély eredményt elérni, hiszen a cigányság egy nagyon mélységes válságban van, és ha ez eredménytelenül zajlik le, vagy esetleg zsarolási jellege van ennek a pártalakításnak, akkor az egész cigányság még rosszabb helyzetbe kerül, ezért aggódunk, és ezért hívtuk össze a sajtótájékoztatót. Az összejövetelen a Romanők Országos Szervezete, az Etnikai Fórum Pécsi Szervezete, a Cigány Szervezetek Országos Szövetsége és a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége is képviseltette magát. Ha egy komoly erőfeszítést teszünk, komoly lépéseket teszünk annak érdekében, hogy a cigányok valóban egységesüljenek, akkor eredményeket tudunk elérni. De hogyha egy olyan színvonalatlan magatartással teszünk mindezt, amit egyébként most az ilyen állapotban mutatják a jelen állapotok, akkor ugye azt fog jelenteni, hogy egyfajta ilyen még nagyobb szegregációt fog elődézni a cigányság körébe. Sikerülhet-e elérni? A saját párt nélkül kaphat-e lehetőséget a cigányság, hogy beleszóljon a Nemzeti Fejlesztési Terv megfogalmazásába? A tét nem kicsi, és a jelek szerint veszélyben van a kisebbségi képviselet. Megszüntetnék a kisebbségi mandátummal rendelkező kisebbségi emberek lehetőséget a települési önkormányzatokban. Ez egy nagyon fontos eleme ennek a kisebbségi törvénynek, hogy ezt kiveszik. Ezzel úgy gondolom, hogy elsorolhatják azt a lehetőséget, amely fennáll ma. Tehát nem, hogy inkább még fejlesztenék ezt a fajta társadalmi demokráciát a kisebbségek tekintetében, inkább elsorolhatják azzal, hogy elveszik ezt a lehetőséget. A 2006-os választások előtti időszak tehát tömegeket érintő kérdéseket hoz felszínre. A megválaszolandó pedig mindig az marad, ki tudja és mivel ezt a tömeget maga mellé állítani. Régi és új utakon, hagyomány és megújulás a nevelés történetben címmel konferenciát rendeztek a Pécsi Akadémiai Bizottság székházában. Az országos szintű rendezvényt a Magyar Tudományos Akadémia Nevelés Történeti Albizottsága, a Pécsi Akadémiai Bizottság Pedagógiai Munkabizottsága és a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Nevelés és Művelődés Történeti Tanszéke szervezte meg. Az évente megrendezendő konferenciát most tartották először Pécsett. Azért esett városunkra választás, mert a Bölcsészettudományi Kar új nevelés és művelődés történeti tanszéke mintegy éve alakult meg, valamint a Pécsi Akadémia Bizottság keretein belül 2006. januárjától kezdi meg működését első és egyedülálló módon az országban a Nevelés Történeti Munkabizottság. A legnagyobb hír pedig az, hogy a Pécsi Bölcsészettudományi Karon akkreditáltak egy olyan doktori iskolát, amely szeptembertől nevelés történeti szakirányban is várja a doktoranduszokat. 19 előadó van, ami azt hiszem nagyon örvendetes, ez egy kétnapos rendezvény. Ez egy országos rendezvény, az első napon elsősorban azok adnak elő, akik az albizottság tagjai, és ők beszélnek történetfilozófiai, általában elméleti kérdésekről. A konferencián egyebek mellett előadások hangzottak el az egyetemes nevelés történet kereteinek tágításáról, a gyermekkor történet és pedagógiai eszmetörténetről, valamint a pillanatképek a pannonhalmi Szent Benedek rendi egyházmegye népiskoláinak történetéből címmel. A kétnapos tanácskozás szombaton ér véget. A Pécsi Önkormányzat hitelből biztosította az Egészséges Városért Alapítványnak, hogy az megvásárolja a 94,6 MHz-es frekvencián működő reményrádiót. A tulajdonos váltásra december 1-én került sor. Az elképzelésekről, a műsor struktúráról az új tulajdonos képviselője és a rádió munkatársai tartottak sajtótájékoztatót. December 5-től már az új műsorrendet hallhatják az érdeklődők, ami azt jelenti, hogy reggel 5:30-tól éjfél után 10 percig óránként hírek, közte pedig az egészséges életmóddal kapcsolatos beszélgetések lesznek műsoron. Az új adó neve hamarosan Rádióaktív lesz, amint azt az ORTT engedélyezi, közölte de Blasio Antonio ügyvezető. Gondolkodtak-e már azon, vajon miért nyúlunk előszeretettel mi olvasók az életrajzi, önéletrajzi írásokhoz, ha leemelünk egy könyvet a könyvesbolt polcáról?
természetesen mert érdekesek, még a laikus számára is. És hogy belegondoltunk-e valaha, mennyire összetett, több tudományágat érintő kérdéseket vet fel az ilyesfajta írás? Alig hiszem. De megtették mások, mégpedig elsején és másodikán a Művészetek Házában tartott magyar és francia nyelvű konferencián. Az önarckép ősformája, igazság, fikció, az irodalmára pszichológus, szociológus szemüvegén keresztül. Többek között ezekkel a kérdésekkel foglalkoztak a meghívott szakemberek, akik két napon keresztül boncolgatták egy népszerű műfaj, az írott és olvasott identitás kérdéskörét. A térség borvidékeinek közös kapcsolódási pontjairól egyeztettek a résztvevők a Pannon Borrégió Egyesület pécsi konferenciáján. A rendezvényen a hazai termelők mellett horvátországi szakemberek is jelen voltak, akik a meghirdetett borversenyre is beneveztek. A Pannon Borrégió Egyesület 3 éve alakult azzal a szándékkal, hogy a térség 4 borvidékének összefogásával népszerűsítse az itt működő borutakat. Pénteki rendezvényükre már a szomszédos horvát termelőket is meghívták, hogy tovább bővítsék kapcsolataikat, valamint újabb borutakat vonjanak össze. Hamarosan belépnek a horvátok is valószínűleg az Európai Unióba, és nagyon könnyen át lehet járni a határokat már. Tehát a turistának meg tudjuk mutatni a magyar borokat, meg tudjuk mellette mutatni a horvát borokat, és sokkal sokrétűbb látnivalót tudunk nyújtani, hogyha már ide érkezik akárhonnan az Európai Unió másik részéről, akkor egy komplex programot tudunk mutatni neki egy teljesen más vidékkel. A rendezvényen egy regionális borversenyt is szerveztek, amelyre 94 borral neveztek. A borok jók voltak, a magyarok nem vallottak szégyent, a legmagasabb pontszámot elért vörösbor az egy villányi termelőnek a bora volt, Jekő Béláé, de összességében azt mondom, hogy nagyon szép borok voltak a horvát részről, és tulajdonképpen itt a borkezelésbeli különbségek, ők többet ászkolnak, nálunk inkább a reduktív fehér borok vannak, a vörösek esetében ekkora különbségek nincsenek, de érdekes az, hogy ilyen kis távolság ellenére más borokat készítünk a két részen. A konferencián előadások is elhangzottak, többek között a borutak hazai helyzetéről, a fejlesztési lehetőségekről, valamint a borturizmus szerepéről. Idősek napját rendeztek a Bánki Donát utcai általános iskolában. Az alsó tagozatosok műsorral kedveskedtek a meghívott nagyszülőknek, idős pedagógusoknak. Megtelt a Bánki Donát utcai általános iskola aulája nagyszülőkkel, idős pedagógusokkal, akik most ünnepeltként vettek részt azon a műsoros rendezvényen, amelyet a kisiskolások tartottak nekik. Hagyományteremtő jelleggel szervezte az iskola az idősek napját, hiszen megítélésük szerint napjainkban a nagyszülők nagyon sokat segítenek a gyerekeknek és az iskoláknak is, valamint ilyenkor arra is adódik lehetőség, hogy együtt ünnepeljenek az unokáikkal. Anyám, édesanyám, elfesett a csizmám. Elfestett a csizmám, kivallja meg immár. Én többször voltam már itt, mert a nagyobbik unokám, az most 18 és fél éves, az is ide járt az általánosba. A kicsi az most negyedikes, 10 és fél éves, és hát én minden ilyen összejövetelre szívesen jövök, mert találkozunk tanárokkal, régi barátokkal, régi ismerősökkel, és hát ezért szeretek ide járni. Hiányában van. Rettenetes éhes vagyok, és ennivalót keresek. Mondta kutya, honnan szerzett be az ételt? Az emberek adják, mert szolgálom őket. Müller Mária tanítónő szervezte a rendezvényt. Mint mondja, az ő falujában volt szokás megünnepelni az időseket. Ezt szeretné itt is hagyománnyá alakítani. Szeretnénk megtartani ezt a hagyományt és megőrizni, minden évben megrendezni, mert úgy gondolom, hogy ilyenkor karácsony tájékán, a halottak napja után, az idősek jó néven veszik, hogyha egy kicsi szeretet, zsibongás és öröm veszi őket körül. A
PVVRT szakemberei néhány napja kezdték felszerelni a pécsi belvárosban az utcákat, tereket díszítő fényfüzéreket. A próbaüzemet követően egészen vízkeresztig kint lesznek az égősorok. Karácsony közelettével idén is gondoskodik ünnepi hangulatról a pécsi belvárosban a Pécsi Város Üzemelési és Vagyonkezelő Részvénytársaság. A mecsekaljai esték hamarosan ismét fényben úsznak majd, hiszen ebben az évben is kikerülnek a város utcáit, tereit megvilágító fényfüzérek. Az égősorok, különböző fénylő motívumok nem csak szebbé, de meghittebbé is teszik a karácsonyvárást. Hát maradunk egyenre a hagyományoknál, tehát a Király utca, Irgalmasok útja, Ferencesek útja, és a sétatéri fák egy része, illetve a sétatéren van még két nagy fa, ami felé díszítve, és ezen kívül még idén tudunk egy kicsit kis lépésben megint fejleszteni, és ez pedig a Hunyadi útnak az alagút és a Széchenyi tér közötti szakasza, a Ferencesek utcájában a díszesebb legyen, a kandelábrákra teszünk még ilyen karácsonyi motívumokat, illetőleg az Irgalmasok útjai részt bedűsítjük, tehát sűrűbbre rakunk a fényfűzéreket. Hát mai nappal már beüzemeljük, mai napot inkább olyan próbaüzemnek tekintenénk, és holnapi naptól pedig már folyamatosan fog menni, január 7-ig, tehát vízkeresztig. Várhatóan idén, december 14-én állítják fel a Széchenyi téren a Mindenki karácsonyfáját. Jövő héten már azt is lehet tudni majd, hogy honnan érkezik az óriás fenyő, és hogy milyen magas lesz. Egyébként az adventi vásárra is készülődnek már a program szervezői, hamarosan kitelepülnek portékáikkal az árusok a Jókai térre, hiszen december 3-án tartják a program ünnepélyes megnyitóját. Néhány nap múlva egy pillanatra kell csak megállnunk a nagy karácsonyi rohanásban, elnézelődnünk a Király utcában, a sétatéren vagy az Irgalmasok útján, több száz füzér fogja megvilágítani a téli éjszakát, ünnepi hangulatot hozva a pécsi decemberbe. Hírekkel továbbra is rendszeresen jelentkezünk, a Pont Ma friss kiadásával pedig legközelebb vasárnap este, ugyanebben az időben várjuk Önöket. Viszontlátásra!